A farsangi mulatság népszerűségét jelzi, hogy évről évre nő a jelentkezők száma. Idén már több mint 900-an gyülekeztek az Árt mozi előtt. Sokan az utolsó pillanatban csatlakoztak a menethez. Nagyon-nagyon várják mindig a húshagyókedvet, ennek mindig hatalmas nagy sikere van. Főleg akkor vettük észre, amikor az a világjárvány lezajlott, hogy nem is számítottunk rá, és akkora tömeg volt a Kossuth utcán a dísztéren felvonulokba, hogy egyszerűen elmondhatatlan jó érzés volt, hogy erre szüksége van erre a rendezvénynek, a városnak. Az alaegercegi karneválnak több évtizedes története van. Volt, aki a szekrényben bukkant rá az öltözékre, és akadt olyan is, akinek megalkották az egykori luxus óceánjáró kicsinyített mását. Ő saját maga találta ki, hogy ő Titanic szeretne lenni. Az utóbbi időben nagyon rákapott erre a Titanic dologra, rengeteg videót néz róla. És hogyha már Titanic, akkor kénytelenek vagyunk megvalósítani, mint szülők, úgyhogy kartondobozból, rengeteg munkaórával, de mindent a gyerekért. A bohóccal, a törpékkel és a tavasztündérrel már a jótékonysági vásárban is találkozhattak az érdeklődők. Most egyéni jelmezben, amiben a fánkot árultunk, abba föl fogunk vonulni, akik egész délelőtt sütöttük a fánkot hatan. A forgatagot az óvodások, valamint a diákok, illetve a nyugdíjas klubok és egyesületek látványos megjelenése színesítette. Az ötletes, kreatív viseletek elkészítése esetenként több hétig tartott. Az erdőszívek kompozíciót jelenítjük meg, fák, bokrok, madarak, tehát nagyon-nagyon sok-sok erdőbeli motivumot, favágót, vadászt jelenítünk meg. Húshagyókedd a farsangi időszak vége. A hagyományok szerint ezen a napon volt szabad utoljára zajos mulatságokat tartani és húst enni. Hamvazó szerdával ugyanis megkezdődik a 40 napos böjt, ami egészen húsvétig tart.